Nanotechnológiai megoldások, energiagyűjtés mobil robottal, modellezés. Egyebek mellett ezekről a témákról hallhattak érdekes előadásokat a Tudományos Diákkör konferencia résztvevői. Az Óbudai Egyetemen már évek óta hagyomány, hogy a tanulók tudományos munkásságát segítik az eseménnyel. Minden évben két alkalommal megrendezzük az intézetünkben is, amikor diákok egy tudományos dolgozattal készülnek, ezt a dolgozatot komoly szakemberek elbírálják, és utána még a dolgozat alapján a hallgatók egy prezentációt is készítenek, és egy rövid előadás keretében beszámolnak a kutatásaikról. Az ifjú előadók között volt, aki már harmadik alkalommal vett részt a konferencián. Böröz Balázs ezúttal a méhészet témakörét ismertette meg részletesebben a diáktársaival. Igazából nekem mindegyik alkalommal jó tapasztalataim voltak a rendezvényről, minden alkalommal saját témát dolgoztam ki, saját témát vittem a konzulensemnek. Igazából a tapasztalataim alapján azt tudnám elmondani, hogy természetesen sok önálló munkát igényel, de mindenképpen megéri a belefektetett energiát. A tudományos munkákat 4 tagú bírálóbizottság értékelte. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján a legjobbak tovább juthattak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.